Sziasztok, itt vagyok a Dubasi útnál. A Pesthez ébredt felsői hév végállomástól nem messze, és itt is van egy elveszett vágány, most csak ezt mutatom meg, hogy itt a vége, és ez így jött, és ott látszik is az őrhely. Még ott lomokban megvan, de most már nem fogok oda átmenni, majd egy későbbi alkalommal ezt is megnézem. De úgy csatlakozott be a Ráckevei hívonalával, amikor ez egy üzemi vágány volt, és szerintem ott jöhetett. Ja, itt meg egyik adusz. Ez még az igazi új karusz volt, bizony. És szerintem ott lehetett a csonkavágány. Igen. Az lesz az szerintem, és az volt a... Ez egy ilyen üzemi átkötés lehetett a villamos hálózatról a hívhálózatba. Mind a kettő BKV tulajdon volt, és a Ráckevei híven volt ehhez szállítás, még a 3-as villamoson is elképzelhetőleg tartom, hogy volt, és emiatt épült az ide ki. De itt majdnem végig a sinek is megvannak, a 3-as villamosnak a végállomásáig. Hát most minden esetre járjuk be. Úgyis arra kell menjek, mert innen már hazamegyek. Egyébként Sziget-Szent Miklóson voltam. És egyébként ott is találtam érdekességet, egy már megszűnt megállót, arról is csináltam videóanyagot, majd szerintem előbb-utóbb látjátok majd mind a kettőt, hogy ezt látjátok, hamarabb vagyom, azt még nem tudom megmondani. Egyébként igen, a sineket már felszették, viszont a talpfák azok még itt megvannak. Ez egészen pontosan látszik, merre jött itt a vonal. Mentőautó. Ott meg egy volánbusz. Egy Volvo. Igen, egyébként most már a határúton vagyunk, azt hiszem ezt már úgy hívják, hogy a Kubasi út, már mit tudom én, de... De a 3-as villamos jár, itt van előttünk a végállomása, ami szintén egy kis érdekesség, hogy nem sok ilyen végállomás más maradt meg Budapesten, mint ez itt, hogy ez még a Hudok végállomás, itt menetirányváltás nélkül vissza tud fordulni a villamos. Ez akkor volt érdekes, mikor még nem volt minden villamosnak mindkét oldalán vezetőfülke, akkor csak ilyen Hudokvágányonkor tudott megfordulni, és majdnem mindenhol ilyenek voltak. De egyre többet megszüntetnek. Van még ilyen az 59-esnél, a Farkasréti temetőnél, ott a végállomásnál. De azt sem mindig használják itt elszerint, mert ott is főleg tátalák járnak, és akkor inkább megfordul, úgyhogy átsértál a vezető a másik oldalra és indul vissza. Itt sem biztos, hogy mindig használják. Viszont például Szegeden ott olyan villamosokat vettek, ugye a pezák, amiknek csak az egyik oldalán van vezetőfülke. Hoppá, egy merci. Jó, ráadásul dakkos. Azaz. Dakkos busz erre. Az pedig már egy hagyományos BKV-s. Na, de jól lepofáztam az időt, de most ez ilyen vlog lesz. És ott a háttérben be már látszik egy szaf, az már a 3-ason van. Sőt, ott van kettő, és egyikben nála megállóba. És itt pedig megvan a vágány, egészen idáig van meg. Ott látszik az átjáróba benn hagyták. Biztos baszadás volt kiszedni, mert hát annyira nem is volt érdekes itt. Szerintem ezt se egyébként felszették, hanem ezt innen ellopták a sineket. Itt pedig már benőtt egy fa is a vágánytengelyben, hát látszik, hogy mióta nem használják. Egy ilyen vastag törzsű fa is ide tudott nőni. Rádobáltak egy pár ilyen betont előelemet. Az viszont már egy szabályos vágány végejelzés. Úgyhogy szerintem eddig tartott, valahogy itt volt a hivatalos bontás. Vagy hát ki tudja. Azt is jó volna tudni, hogy ez az összekötő vágányt használták-e valaha. Meg ha igen, akkor meddig. Mert látszólag ezt már nagyon régen feladták. Azért a sok idő, mire ilyen vastagra megnő egy fa. És hát hivatalosan eddig járható. Eddig járható a vágány. Itt kint van a szabályos vágány végejelzés is.
Egyébként azt látjátok ti is, hogy ez egy nagy forgalmú út. Most vannak tervek egyébként a 3-as villamosnak a meghosszabbítására, meg további terére, viszont nem erre, mert sok értelme nem lenne, viszont hogyha bevinnék ott valamelyik utcába, azt a Topánka utcára például be lehetne, és bemehet egészen szerint ide a lakótelepnek a sűrejébe is. Sőt, ott egy picivel alvé van egy híd, ott kicsit közelebb a vasútállomáshoz, ahol Csepelre át lehet menni, az a Gubacsi híd. Azon keresztül is át lehetne vezetni Csepelre a villamost. Annak is lenne értelme. És látszik, ott áll benne, és de itt van a hurokvágány, azt mindjárt megmutatom, csak kicsit közelebb megyek. Akkor egy gyors visszatekintés, hogy ott addig, és akkor ott a vágány vége jelzés, de egyébként mi erre megyünk. És ez a plac itt már a hurokvágány. Látjátok, éppen beáll egy szaf, oda a felszálló helyre, és ott, ez pedig egy honnus, amelyik éppen jön vissza, vagyis hát egy banán, vagy teve, vagy hát ki hogy ismeri. TV6000-es, a becsületes neve. És itt viszont a hudakvágányt így rendetetésszerűen használják, hogy a villamos az arra, hogy megérkezik a végállomásra, ugye itt a két vágányú pálya a 3-asnak, bejön ebbe a hudokba, és itt fordul vissza. Így, és megy a felszálló helyre. És ott áll benne egy szaf, az fog elő menni, aztán majd jön ez is. És egyébként itt még ketté is ágazik a történet, mert az 51-es villamos meg a ott lefelé megy a... milyen utcának is hívják? Azt most hirtelen nem tudom, de talán az Illatos út fele megy. És a Mester utcára, mert az a végállomása. Szóval most meg nem mondom, hogy ez melyik. Szóval és hát itt még megvannak az elágazó váltók, hogy bármire lehet menni, itt ki tud állni a hudokból az 51-es fele is. Ott áll benne a 3-as, az mindjárt indul. Ott egy szaf. Következő az egy teve lesz. És mindjárt akkor itt a hulkot megmutatom, itt a vágány átszelés láttátok, de mindjárt mutatok egy másikat. Itt az is van. Tehát itt össze lehet hozni, és nemrég pont a héten volt fönt innen egy kép, láttam a Facebookon, hogy mind a négy oldalon volt egy villamos, és mindegy különböző típus volt. Volt egy szaf, egy teve, egy KCV, meg egy Tátra. És akkor így beálltak így oldal így egymás mellé. És hát így egymással is szembe így oldal ezen a vágány átszelésen. Ez egy érdekes együttállás volt, hát gondolom, hogy a tanulójárat lehetett valami, hogy ezt így össze tudták hozni. Nem meg errefele Tátra nem is nagyon jár. Itt az 51-es videó most az majdnem mindig tevével van kiadva, egyébként ott van a háttérben az 51-es sírnak a sínje. Ezt majdnem mindig tevével adják ki. A 3-as az vegyesen teve meg caf. Hát az 52-es meg amíg a Michelin erre téved, az 52-es az már hamarabb letél. De mi esetleg még erre téved, az meg szintén teve. És ez maga a hurok. Ott jön, ott megáll és várja az indulási időt. Tehát gyakorlatilag egy irányváltás nélkül vissza tud fordulni. Hát nagy a helyigénye egyébként egy ilyen hurok végállomásnak, azért sem nagyon építenek be már újonnan, ha nem muszáj. A Szegád az egy speciális eset volt a 2-es villamosnál, mert azt oda pezákat vettek, aminek csak az egyik oldala a vezetőállás van, és ott muszáj volt. Meg ezek az 1-es végállomáson is emiatt meghagyták a hurokvágányt, hogy csak ott tudnak fordulni, már a többi vonalon meg nem járnak. Gyakorlatilag itt tartunk. És az 59-es még, és ott jön be az 51-es. Hallgassátok, milyen szépen énekel az évekbe. Ezt megnézzük közelebbre. Ennyire tudtok közelebbről, mert közben elmegy.
és itt mellettünk van egy Lidl, és valami busznak is itt a végállomás, igen, ott jön az 51-es. Ez már tényleg esetben a Mester utca fele megy. Igen, mert egyébként ezek itt tesznek egy burgos. Bemennek ott a Lőrinci hudokba, és még ott is tesznek egy györt. Mielőtt visszaindulnának. Ja, ott a 166-os busz, ennek itt a végállomása. Ez itt egy olyan épült pálya egyébként, nem is tudom, hogy ezt mikor lakták ide, de elég érdekesen megy rajta a videó, most azért van hangja. És ez már a következő hármas lesz. Ez Máca. Mindjárt megnézzük, hogy melyik. Akkor az mindjárt ki fog menni, mert már egy már várott. Tehát ez mindjárt bejön. Ez a 2214-es. És ott megy ki az 51-es a Lőrinci hudokba. Ez pedig most jön be. Bizony. Ez nem megy a hudokvágányba. A másik jön. És szerintem én meg a tevével el fogok menni. Lássátok feleim, így működik a hudokvágány a gyakorlatban. És itt vagyunk a hudokvágányban, meg megérkezett a cafka is. Lejön az átszerésről. Szerintem ez itt mellettem meg mindjárt kimegy. Még a késő tud a sokat megvárja. Az meg oda csaszok mellé, viszont akkor ennek is ki kell mennie, hogy a banán közelebb jöhessen. Aha, és most megy ki. 2219-es kimegy. És mindjárt beáll a felszálló helyre a teve. Na. Hát igen, a villamosok azok látható is közlekedhetnek, tehát megközelítheti akármilyen közel, ameddig nem csattan rá, addig mindent lehet. Ugye látszik, hogy ott van a közelébe. És ott a hármas. És ez hamarosan ide beáll a felszállóhelyre. És ezzel én is el fogok menni, már kezd sötétedni egyébként is. Úgyhogy akkor ez a kis videó az ennyi lett volna, megmutattam ezt is. Úgyhogy lassan el is köszönhetek, de azért azt még megvárom, még bejön. De hát akkor köszönöm, hogy ezt is néztétek. Sziasztok, majd legközelebb találkozunk, lesz még videó biztosan. Sziasztok.